Negyedik alkalommal szervezték meg az Érmeléki Liba Fesztivált Szalacson. A rendezvény központi része ez alkalommal is a libából készült ételek versenye volt, de liba szépségversenyen és különböző családi programokon is részt vehettek a látogatók. Újra libák gágogásától volt hangos az érmelléki Szalacs, ahol negyedik alkalommal szerveztek liba fesztivált a szárnyasok főszereplésével. Bár a kedvezőtlen időjárás átírta az előre eltervezett programot, a már hagyományosnak mondható főzőversenyt így is sikerült megtartani. A jó hangulatban eltöltött délelőtt során olyan étel különlegességek készültek el, mint a párolt lilakáposztás, sült libacomb, libatepertő vagy a bográcsban készült libapörkölt. Liba Fesztivál a neve azért, mert Szalacson valamikor, ha kimentünk a legelőre, akkor teljesen fehér volt, nem zöld, mivel tele volt libával. Most napjainkban is elég sok libát lehet találni kint a legelőn, talán már nem annyit, mint annak idején, jóval kevesebbet, viszont ennek ellenére van egy nagy hagyománya itt, hogy libát tartsanak az emberek, és ez adta is magát, hogyha már valamilyen főzőrendezvényt és valamilyen gyerekprogramot készítünk, akkor azt építsük a liba tartás köré. Míg a felnőttek az üstök körül szorgoskodtak, addig a legkisebbek egy játékos utazásra indultak, amely során a különböző kézműves foglalkozásokon libás motivumokkal díszített tárgyakat készíthettek, megismerhették Szent Márton életét, ugyanakkor a szervezők arra is külön odafigyeltek, hogy a játék és szórakozás mellett az újrahasznosítás fontosságára is felhívják a gyerekek figyelmét. Újrahasznosított papírból készítünk különböző tárgyakat, olyan tárgyakat, amelyeket a gyerekek nagyon szívesen készítenek Márton napra. Ezek például jelen pillanatban falidíszek, különböző festékanyagokkal kevert díszek, és a gyerekek nagyon élvezik, és nagyon hasznosnak tartják. A negyedik érmeléki Liba Fesztiválon liba simogató és liba szépségversenyt is szerveztek, a napot pedig késő estig tartó nótázással zárták.